Ugye én már hagyomány, hogy az ünnepi könyvfeltet Békés Csabán egy irodalmi délutánnal zárják a Szlovák Tájházban. Mi szokott ilyenkor lenni a program? Igen, így van, ez már lassan 2 évtizedes hagyomány, hogy úgynevezett könyvhét záró irodalmi délután tartunk. Általában igaz is, hogy a könyvhét végén van, most nem így sikerült, hiszen Békés Vármegyében még nem ért véget a könyvhét tulajdonképpen. Békés Csabán is lesz még pénteken könyv bemutató, Gyulán szinte egész héten, Békésen is kedden, szerdán, amikről tudok, a mi Körös Irodalmi Társaság tagjai is mennek, például Kis Ottó Békésre, Farkas Felman Éva is szintén Békésen szerepel. És hát ilyenkor egy kicsit azért is neveztük mi el annak idején könyvhét záró irodalmi délutánnak, mert van egyfajta összegző jellege ennek a délutánnak. A Vármegye irodalmi életét, elmúlt egy évét próbáljuk egy kicsit összefoglalni könyvhéttől könyvhétig terjedően, és ekkor jelenik meg általában az előző napokban a Bárka legfrissebb száma, azt is bemutatjuk természetesen, és itt vannak a szerzőink, a Bárka szerzői, ilyenkor felolvassák a frissen megjelent műveiket, verseket, novellákat, de bemutatjuk az elmúlt egy évben megjelent köteteket is a Körös Irodalmi Társaság tagjainak az elmúlt egy évben könyvhétig terjedő köteteit. Most például 6 szerzőnek a könyvét fogjuk bemutatni. Ezek rövid 5-6 perces kis beszélgetések, könyvbemutatók, és átadjuk a Körösök Gyöngye díjat, amit az elnökség tagjai ítélnek oda mindig a társaság tagjai közül annak, aki az elmúlt egy évben a legértékesebb irodalmi produktumot hozta létre, és most rendhagyó módon lesz egy Bárka szerkesztők felolvasó délutánja is, tehát mindezeken belül, mert egy budapesti internetes portál, az olvasat.hu kérte, hogy a Bárka szerkesztőinek a rendezzünk egy felolvasást, amit ők fölvesznek és fölteszik majd az olvasat.hu-ra, de sajnos lerobbant a kocsiuk útközben, ők nem lesznek itt, de mi akkor is megtartjuk ezt, mert megígértük a közönségnek, megkérdettük, hogy lesz itt egy Bárka szerkesztők felolvasása is, úgyhogy az is lesz, tehát egy elég tartalmas, gazdag, sok részből álló programsorozat vár itt ránk. Mit lehet elmondani a Békésvár megyei szerzőkről? Mennyire voltak termékenyek az elmúlt időszakban? Hát egészen örömteli, azt mondhatom, minden évben, hogy van bőven mit bemutatnunk. Most is, ahogy említettem, csak 6 a mi társaságunk tagjai közül. Ugye Kis Ottónak gyerekverskötete jelent meg, Kis Lászlónak új novelláskötete a Tiszatáj kiadónál, tavaly jelent meg Bányai Fehér Józsefnek novelláskötete, Mornán Lajosnak, Balási Fanninak ifjúsági regénye és Banner Zoli bácsinak is egy művészeti monográfiája megjelent, tehát ez az a 6 kötet, amit be fogunk most mutatni. Ugye a Körösök Gyöngye díj mindig egy rangos elismerést jelent. Tényleg említetted, hogy mi alapján dől el, hogy ki érdemli meg, de mégis milyen szempontokat vesztek azért figyelembe? Hát ez ugye az elmúlt egy év terméséből válogatunk, tehát tulajdonképpen ugye ez a 6 könyv kínálja magát, és az elnökség megvitatja, megszavazza, hogy a 6-ból melyik szerző műve a mi véleményünk szerint a legértékesebb, a legminőségi szempontból a legtöbbet adó az olvasóknak, és idén, ezt most ma itt elmondhatom, ugye, mert később fogják hallani. Tehát Kis László kapta meg a Mikel a Boldogsághoz című novellás kötetére. Hogyha egy kicsit méltatnád a szerzőt, illetve a művét, miért találtátok ezt a legjobbnak? Hát Kis László már ugye a középgeneráció egyik oszlopos tagja a kortárs magyar irodalomban. Nálunk a Bárkánál is szerkesztő, a Bárka versrovatát szerkeszti, de ő prózaíró. Jó lehet verseket is írogatni, ilyen játékos állatverseket, halas verseket az utóbbi években, lehet, hogy egyszer abból is lesz kötet, de nagyon jellegzetes stílusú prózákat, novellákat, több kötet, novellát, regényt írt már. Ugye nagyon hangsúlyos az ő prózai írói világában
az ifjúkóra felnőtté válás problémái, most is ebben a kötetben is gimnazista évek, egyetemista évek, első, második, harmadik szerelmek is megjelennek, és hát nagyon játékos, humoros stílusban, ironikusan időnként már groteszk, fantasztikum felé hajló motivumokat is tartalmazva rendkívül olvasmányos, szórakoztató prózát műve. Azt hiszem, akkor érdemes kézbe venni és el is olvasni ezt a művet. Így van. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Okay.